nem kaptunk üzenetet, nem tudunk menni sehova. Igen, volt. Elfogytak az eventek, gyerekek. Akkor az a helyzet, hogy most föl tudunk mondjuk maxra azt a pár pontot, és végignézzük az összes Blazy move-t akkor ezzel az együttelben. És amit jónak tartunk, azt még a maradék Blazy development pointsban megvesszük. Ennyi. Ami azt jelenti, hogy van még 34.000 pont. Nézzük még, a Blazy-nek előtt nézzük meg a serlegeket gyorsan. Azt mondom, hogy azzal tartozunk a magunknak. Miki, menübe vagy. Mi? Menübe vagy, mondom, menjünk. És Miki hirtelen azt képzelte, hogy rapper pedig nem. De nézzük! Itt azt hiányzik. Igazából ezt meg tudjuk szerezni játszik könnyedséget, csak költenünk kell 200 000 ékszerre. Bár nincs annyi pénzünk már, úgyhogy ezt maga szemelni össze. De amit eddig elköltöttünk, az is számít. Tudom, de nem tudom mennyit költöttünk eddig, és nem tudom. Szerintem ezt simán meg tudjuk csinálni. Mindegy, igen. Hát a fegyveres ez biztos nem lesz meg. Nézzük, sorban menjünk Miki lassan, nyugodtan jó. Ráérünk. Meg a Red Room, ugye ez az, amikor legyőztük a WC-t, amikor ugye kaptuk az ajánlatot, hogy visszük a várost, hogyha legyőzzük Wrecket. Megcsináltuk a tutoriált, 50 győzelmet szereztünk. Megszereztük a maximum speedet, megnyertük a Subway meccset, ugye a Trio ellen. Subway KO-val ráadásul. 3 győzelem egymás után. 10 000-et több mint 10 000-et szereztünk egy meccs alatt, igen. Megnyertük a Free For All bajnokságot. Jó, ide át pedig. 250 000 dollárt összeszedtünk. Összességgel, igen. Az első 10 harcost fél óra alatt lebasztuk. Nyertünk új meccset, hogy nem vesztettünk életerőt. Akkor ugye megnyertük a kocsit. A ezt nem sikerült megcsinálni, ez a 50 ilyen double team-es ilyen, hát közös, ilyen közös fogás mozgás a közönséggel, igen. Jó, lower body strength ki van maxolva. Igen. Story módot befejeztük. Mert amúgy így forgatni is. Ja, ez jól néz ki ez a könyv, ezt elfogadnám. Ja. Tisztán, mintha valamilyen fantasy stúsz lenne. Upper strength maxon van, toughness maxon van. Itt van megint egy olyan, ami nem sikerült, hogy anélkül nyerjük meg az Inferno meccset, hogy tűzérne minket. Igen. 100 kombot megcsináltunk, itt megint... Ez az összebaszni az autót. Igen, ez az, ami... Már megpróbáltuk, szóval... De egyszerűen... Szóval egyszerűen nem bírta addig az életelő a Magicnek, hogy ez sikerül, szerintem az maximum úgy sikerült volna, hogy ő is a saját kocsi ellen zúz minket egy kicsit. Akkor ezt akkor, hogyha minden Blazy move-ot megtanulunk, minden izé fegyvert megtalálunk a játékban, ez se sikerült. 50 Blazy move, ez is egy kurva epic cucca move. Ja. Akkor 25 grappling mozgás egy meccsben. Hát ez ilyen... Hibrid stílus, ugye ez az, hogy megvan nem... Megvan a második harc stílusú. Igen. Kaptunk egy speciális mozgást. Ja, a window meccset megnyertük. Window meccs, igen, az a klasszikus. Igen, ez, az megérte trófát, ez, igen. És ez úgy, ugye ez a feltétele, hogy minket nem dobnak az ablakhoz. Szóval mi nem érintettük az ablakot. Ez egy jó nehéz és megvan. Ugye megmentettük a izét, a Blaze-t, a Crack-től, meg a Magic-től. Tehát ezt nem lehet elbaszni. Megnyertük a Catfight-ot. Igen, ugye, amikor a barátnőnk megküzdött, értünk idézőjelesen. Igen, nézzük fönt, felső sor. 50 KO, igen. Jó, max health. Max életerő. Megcsináltuk a bónusz harcokat. Bónusz fight-ot. Karizma elérte legalább 75%-ot. Akkor minden skill 100%-osan van. Yeah. Egy perc alatt káosztunk, és úgy vittük végig a story módot, hogy 80% fölött van a győzelem arányunk. Megnyertünk egy meccset, úgyhogy nem kaptunk penáltit, és... 5 blazing taunt egy meccs, egy story meccs. Az, ami nem sikerült. Hát, hogyha nagyon ráhajtottunk volna, akkor meg lehetett volna csinálni ezeket. Persze. De, hát így is elég szép eredmény. Figyelj, egyet hagytunk ki, itt 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. És ezt még szerintem meg fogjuk tudni csinálni, ezt a Blink Kinget. Ja. Úgyhogy akkor 7-et hagytunk ki. Az nem rossz. Nagyon nem. Nagyon szép a falunk. És ja, akkor nem hajtottunk rá, hogy, egyáltalán hogy grindoljunk erre. Persze. Lehetett volna, de az meg már nem lett volna olyan szép. Nem lett volna spontán. Igen. Back for more, huh? Persze, hogy visszajöttünk. Na akkor az összes Blazing Move-ot megnézzük. Snow jó, Job. Snowman-nek a Snow Job-ja. Preview. 1. Ez csak ennyi igazán. Ez elég gay, nem? Igen. Hát én egy 10-ből erre egy maximum 3-at adnék. Ez elég gyenge. Én erre 2-t adok. 2 pont. Twister. Carmen Electra. Hát ez egy 6. Ötös. Nekem egy 5-öst megér. Nem volt rossz. Az eleje tetszett, hogy így bepörgeti az ellenfél. Jó, Skullnak a Latin Twist. Négyes nálam. 5. Eddig ebben mi mindig egy ponttal nagyobbat adtam, yeah, mint te. Readjustment. Nálam ez megvan egy 8. Ah, nekem egy 7-est megér. Most ezt direkt csinálod? Nem, tényleg nem! Kidney Stones! A szar lehet. Jó, ez egy 7-es. Nekem is egy 7-es. Na, tessék, első egyezés. Final Frontier, Family-től. Dupla gerinctörés, fasza! Ez szintén egy 7-es nálam. Nekem egy 8-es, ez tetszett. Az eleje fizik meg újra. Csak a Metal Villa miatt egyetértek egy 8-as, mert végén csinálj egy Metal Villát. Ez nagyon durva, ez nagyon durva. Ez ilyen Dragon Ball Z volt egy kivégzés. Figyeld a végén. És jó, tényleg Metal Villázik. Oké, figyelj, én megmondottam magam, csak a Metal Villa miatt 7-es helyett a 8-as. Jó, 8-as, megegyeztük. Swan Dive! Ez senkinek a Blazing Move-ja. Nincs karakterhez kötve. Nem, ez kirosszul, ez is eléggé, ez ilyen 5 pont, semmi extra. Én azért adok rá egy 6-ost, mert a nagy darab karaktereknek, mint a zsírfekának én ezt betettem, oda tök jó, oda tökéletes. Mondjuk, ja. Szóval ez helyzetfüggő, igen, hogy igen. Mikor jó. Let's go Shannától. Ja, a bisztlepezés. Női Blazing Move-ok közül szerintem ez elég jónak számít. Én szerintem ez megér egy 7-est. Én egy 3-ast tudok rá, nekem nem tetszik. Az elején ez a bisztlepedés, ez annyira sztereotíp, ez annyira olyan gyenge, nem tudom, nekem nem jönne. Memphis Bleak, Made. Oh. 8. Ah, nekem is egy 8-es, ez tetszett, határozott. Az eleje, hogy így duplán pofárul. Teljes teste pofárugod és vissza. Ghostface Killer. Swing Time. Hetes. Túl sokáig tart ez a szféle, nem tudom. De próbálj meg utána csinálni, szerintem lenyűgöző teljesítmény. Egyiket sem tudom utána csinálni. Air Patrol, Starks. Starks. Ez is tudom, melyik a Starks az a fekete zsaru. Ja, tényleg. Nálam ez egy 3-as. 2-es. Ez elég gyenge. North Philly Freeway-től. A szép. Na ez nekem megér egy 9-est. Ez. Jónak jó, de nálam ez egy. Hát 6-os az túl kevés, 7-es. De annyira nem volt durva vagy lenyűgöző. Sticky Fingers, man up. Őnek emlékszem, hogy jó. Hát csak gyors. Ezt nézzük újra, mert ez annyira gyors. Várjál, mi nincs vége. Ugye neki két ilyen izéje van. A 7-es. Jobbra emlékeztem, 6-os szerintem. Pushover Capone-tól, nézzük a gangsterek mit tudnak. Mm,
Vicces, de annyira nem nagy szám. 2 pont szerintem. Szerintem. Á, ne 3-ast adok neki, de ennyi. Clawbuster Comptól ugye, ezt már láttuk is ezt a Blazing művelet. Ellenünk. Folytogat. E 6-ost megér. Szerintem megvan ez egy 8-as is. 187 Crow-tól. Nem is láttuk a Blazing-jét. Túl béne volt ahhoz, hogy beadja. Akrobatikus meg szép, de szerintem egy 5 pont. Nekem egy 7-est megért, ezt tetszett. Cruise Flatline. Így odabaszkodja a földhöz. Top tier Blazing move szerintem 9 pont. 5-ös, semmi extra módban. Szerintem nagyon durva. Sziropraktor. Az összes arccal volt. Na. Na nézzük. Kell 6-os megért nekem. Nem tudom, nekem valami nem tetszett, ez 2. Don't come back Mekától. Ez jó! Ez ötletes. 8 pont. 8-as nekem is, ez szimpi volt. 2 metávillával a végén. És 2 metávillával a végén. Norétól, hang-hang! Boom-boom. És még feltreng a földön! Hát ez nálam egy 10 pont. Fél pontok vannak? Nem tudom, ne legyen fél pont, ne eddig se fél pont. Jó, akkor 9 pont, ez nem ér meg 8 pont, ez is. Én nekem egy 10 pontot megérte. Az a csavar benne, hogy jó tökör rúg, de hogy még fetrengsz a földön és még beléd könyököl. Bazd meg, ez nekem tetszett. 9 speed bag. Hát... Semmi ötlet nincs benne, 1 pont. 5-ös, átlagos. Bomb track, OA, Omar Epps. Ja tényleg ez a lefejel. Hát szar, hogy a lefejel, az elején lévő akrobatikus cuccok miatt egy 3-ast azért adok neki. Na, 4-es már azért befejelt. Rome, rough night. Nézzük, milyen egy kemény este. Ez nagyon durva, ez nálam egy 10-es. Az a dupla rugás fejbe a végén. A 8-as nagyon... megért nekem is, szimpi volt. Solo, no way out. Ez is durva. Ez 9. Ez 9 nálam. Nálam ez annyira komikus, nem tudom. 7-est megér nekem is, de inkább a komikusság miatt. Tech-től a Throw Them Bones. Gerincre. Brutális, de annyira nem volt ötletes. 4 pont. Egy 6-os ráadok. Fat Special, Kimorától. Durva a végén az anyagtörés. Ja. Amiatt egy 5 pontot mondjuk adok neki. Nekem a visszleppezés miatt 3-os nekem az MCP. Darkness Falls. Egy törés. És mindig van. Egyszerű, de nekem jó a kombináció, nekem egy 7-est megért ez. 5. Átlagosnak mondanám. Chiang Beketek. Ez jó, ez tényleg ötletes. Hetes. Nekem egy 6-ost megérti a backdrop, ez szintén felhasználatlan. Durva, de rövid. Én nekem ez egy 2. 3-os. Balls to the wall, Ducktól. Nyolc pont. Nekem is egy 8-as. Animal Instinct-et azért megvan nekünk, de azért nézzük meg Bannernek. Nekem szerintem nem is kell mondanom, de szerintem ez egy 10 pontos move. Nekem egy 7-est megér. Egy 7-est adok rá. Most ne értsetek félre, nem a vége miatt, inkább az eleje miatt. Amikor olyan erősen ütöd az embernek a hátát, hogy ez visszapattan a földről, az tényleg indiai akciófilm kategória. Szóval ez nekem már... pont azért 7, ez valakinek majd bőn van. Sanikva. Szerintem
Szerintem a női Blazy move-ok közül a legjobb. Ez egy 8-as nekem. 6-os, de amúgy tényleg jó lett. Jarvis Perfect Crime. Perfect Crime, bocsánat. 4. 4-es, ja. Volt már hasonló. Springboard. Ez azt hiszem a wrestlingnek a saját Blazy move-ja. Alap Blazy move, de abszolút nem rossz. Egy 7-es azt hiszem simán. 7-est megérti a... Pogó-stick, gyerekek. Pogó-stick. Ez nagyon szorul néz ki. Ez annyira vicces. Ez tényleg, ez nem lehet olyan menni. Én imádom. Készítek föl lelkileg. Én imádom. Meg is fogom venni. Lehet, hogy nem fogjuk használni, de csak azért, hogy elmondhassam. És így ugrál rajta. A nyakán. Érted? Aztán ő fölrúgja itt a szart. Na, két pontot adok neki, de... 10. Nagyon gyenge. 10. Pop your color. Bótól. Ötöst megért. Nekem valahogy tetszik. Ez nekem egy 9. Ez nekem egy 9. Westside Special WC-től. Sose jött be. Ez a hülye kis táncikálás, ez nem tudom, nekem az annyira fura. A végén ez az ütés mondjuk jó, de nálam ez egy 3 pont szerintem. 2. Rollins 2-13. Az övé epic. Az övé epic. Nagyon vacilják a 9 és a 10 pont között, de nem akarok túl sok 10 pontot adni, úgyhogy ez egy 9-es. Nekem egy 8-ast megért. Rocksteady Crazy Legs. A végén lévő beállás elbaszta, szóval amúgy egy 8-as lett volna, 7 pont. 7-es nekem is, igen. Snap and Crackle. Milyen közel van zoomolva. Közelból csak egy pár törés. Fúrás. Semmi extra. 5. 3-as. Tehát azt tudom mondani, hogy nem rossz, csak átlagos. Igen. Szóval ez az 5 pontnak a definíciója. Violator, Baby Chris. Nézzük Baby Chris mit tud. Baby Chris nem nagyon szar mozgáson, úgy emlékszem. Lehet, hogy Eric Salmon és szar. Ja, Baby Chris nem is olyan rossz. 6 nálam. 6 nekem is. Air Packet. Nyilván Packet-től. Rövid, de jó. Ja. 6? 6, igen. Never scared. Bone Crusher. Ez is az a helyzet függő, hogyha nagy darab testes karaktert igen. Csinálják, az nagyon durva. Szerintem ez egy 7. Főleg emiatt. Képzeld el Bone Crusher-t ott. Igen. Jó, legyen egy hét kiegyezek. Prodigy Hell on Earth. Hát, nem tudom, 5-ös. Na vége elég gay, 4. Good to go, Elephant Man. Ötös. 6-os. 7, nekem 7. 6-os. West Threat, Mac 10-től. Azok a fejelések nagyon durvák. Jó. 9, 6, ez simán 9-es, ez jó volt. Overheart. Ez a másik nagy kedvencem, úristen, ezt is, de imádom. Ez az umrok, ez annyira komikus. 2 pont. 9. Upsy Daisy. Én imádom az ilyet. Az ilyen miatt kell devjamezni. Upsy Daisy. Ha ez neked túl nem realisztikus, meg túl izé, akkor magával a Def Jam Fight for New York. Nem, szerettem, csak az Upsy Daisy-re mennyit adsz? Upsy Daisy-re? Nem volt egy nagyet, vassz, 4. Akrobatikus volt, de én nem nagyon... Nem, én szerettem, hogyha valami brutális, de ami ilyen, inkább ilyen Tom és Jerry Rice film, nem tudom, nekem ez nem tett, szerintem kilóg a játékból. Twist and Slam, ez sem volt még.
Én úgy képzelem ezt el, amúgy ez nálam egy hatos, nem, az túl sok, négy. Négyes. Hogy ugye végigvitted a játékot, ezeket a pogosztiket, meg ezt csak a végén. Tehát ez ilyen poén, és ezt úgy is kell felfogni, és annak jó, annak kurva jó. Hát nekem nem. Game over. Game over. 8-as. 7-es. Street Sweeper. Ez az első szerintem. 6. A 6-os, ja. Food for breakfast. Sokat használtuk. Hát legyen ez egy 7-es, amiatt a két ütés miatt. Nekem 8-as, az a két ütés az elején az annyira tetszik. Nekem a 8-as. Meglepően durva amúgy a... Ez amit mondtam, hogy semmi nagy etfasz. Behúz neki kettőt és levágja a földre. Ez egy. Egy. Nálam ez egy pont. Igen. Nálam ez ennyit ér. Hát ez nothing, igen. Exhibit front to back. Hát ez elég szarul néz ki, valljuk be. Kettő. Over and out. Ez nem rossz, nekem ez tetszett. 5. Hatos. The Fix, Scarface. Az a rukása végén az morbid. Igen. Hosszú és nincs benne annyi brutalitás, nem tudom. Viszont hatos. A végén az a rugás, ja. az főhúzza. Igen. Face adjustment. Sok benne az üres járat. Igen. String Ray. De biztos ilyen, gyakorlatilag kivégzésekről beszélünk, hogy áh, a kövesben volt benne az üres járat. 4. 4-es, igen. Art of Pain. A martial artistoknak a cucca. Ja, a vége azt tetszik. A 6-os megér nekem ez is. 4, átlagon Oli azért. Spine Splitter Warren G-től. Ez megvan nekem egy 8-as. Nekem egy 5-ös. Southsang Bubba Sparks-tól. És hogy eltűnt? Üres járat. Igazából az egyetlen durva dolog az az arccal a föltözbaszás, de az csak egy 3 pontra elég nálam. 4-es. The show sneaking. Ooh. 6. Nekem egy 7-es. Ahogy kéne egy ilyen tévéműsor, ja, vagy így brutális kivégzések vannak, és akkor ülünk a zsűribe, hogy hát azért sok volt az üres járat. Ja. Kicsit túl sok volt a gerinctörés. Nem lehetett eléggé hallani a ropogást. Igen, a ropogás hangot. Old school beat. Ez jó, ez tetszik. Ugye elfenekeli. Az elfenekelés miatt nekem egy 8-as, mert az teljesen egyedi. Hogy a pofozgatások, meg olyan sok van, de ilyen nincs nagyon a játékban. Szóval vagy a pofozgatás van, ilyen megalázásképpen, vagy a tökőrugás. De ez egy picit a saját dolga. 7-es. Én mit mondtam? 8-ast? Igen. Egy 7-es tudok. No foreplay, Laura. Ez a másik nagyon jó női blazing move. Ja. 7 pont nekem. Nekem is 7 pont. Stand up Ludacris. Ludacrisnek nagyon szeretem a blazing move-ját. Itt már el van törve a gerince. Ez már csak egy kegyelem döfés. Szóval, hogy... Nekem egy 8-as megér. 9 nekem. The prequel Blaze. Ahhoz képest, hogy egy ilyen az egyik legnagyobb karakternek a blazing move-ja annyira nem nagy szám, de amúgy jó. 7 nekem pont. Tetszett, nekem egy 8-as tudok rá. Platinumberg! Platinumberg! Mondjuk az a hátradobás a végén az jó, de 6 pont. 5-ös.
Repeat Offender, debuff. Ez elcsépelt nekem. Nekem túl elcsépelt ez a Blazing Move. Ügyben sem égszer a kettő pont. Föltöz bassz egy párszor, aztán cső. Hát ebben a versenyben nekem ez egy. Underground CDJ. Rövid, brutális, de jó. És jó. Ja. 6 pont. 6-os, igen. The Crack Attack. The Crack Attack, Crack-től. Ez jó, sokszor láttuk ezt. A belassítást, meg azt a rettegős arckifejezést imádom benne. És a bírhaga végén, Crack. Ez... még a 9 is sok, pedig jó. 8. 8, én kiegyezek. Denji Brain Beats. De inkább az ellenfél reakciója jobb, mint, jó, mint maga a Blazin. Bepörgött is egy a pofám, bassza. 7 pont. Ja, 7 pont. Let's Dance. Ez biztos szar lehet. Ezt régen ezt használtam Buford-nak, erre emlékszem. 8. 8-as, igen. Sean Paul Street Respect. Nem szeretem Sean Paul, de el kell ismerni, hogy ez kurva jó. Ez jó. 8-as. 9-es. Nekem megér 9 pontot. Time's up. Flava Flav. De nézzük neki, mit milyen van. Milyen részleges karakter este? Nem tud eredeti, 5 pont. 5 pont. Hát eredeti csak nem néz ki jól, tehát igazából csak mozgáson kívül nincs benne sok extra. Havok, hostility. 10-es. Ez nagyon durva 10-es. 8-as, tetszett. A végén, amikor már szinte lépked a fején, az tetszik. House call, house door. Brutális, ami történik, de annyira nem néz ki jól. 4 pont. 3. Iceberg, Ice Teetle. Jó, véges egberúgja. Ezt annyira szeretem, ezt tett. Nekem 8-as. Nekem egy 8-as. Filipino Pride Santos-tól. De kiderült, hogy honnan jött. Igen. A világ szülöttje. 3. 3. The world is mine, Jacob. Bír és idefejlik. 5 pont. Milyen erővel fejlik? Nekem ez egy 6-os megért. Popov, Joe Biden-től. Oh, nekem ez tetszett, ez egy 8-ast megért. 7. Cold Ambulance, Magic-től. Ez egy 10 pontos Blazing Move. 9-as. Egyik legjobb a játékban, szóval ez a teljes gerinctörés. Igen, a te saját hátadon. School Fracture. Nekem ez 10-es, nekem ez a 10-es. Ebben nem fogunk vitatkozni. Ez egy 10 pontos move. Ez annyira kegyetlenül brut, tehát ez elmondhatod, hogy lesz mennyire. Queen Bee, Lil Kim. Ez az utolsó. Igen. Ez magas sarkol biztos szar lehet, igen. De hát ne egy 6 pontot adott. 6-os, igen, 6-os. Hú, túléltük a Blazing Move-okat, jó sokat láttunk. Ja. Yeah. Hát figyelj, egy esetben még valamikor valamelyiket meg akarjuk venni, akkor van rá még 29 000 pontunk. Van egy csomó, ami tök olcsó és tök jó. Sőt, én amit korábban nem tettünk meg, de most már nincs okunk nem megtenni, azt most már meg fogom tenni. Aj, melyiket veszed meg? Na, ezt is még megveszem ennyiért. School Fracture-t nem vettük meg? Nem vettük meg. És akkor úgy kéne csinálni, hogy akkor a Street Animal Instincts marad. Igen. Street Sweeper helyére mondjuk betesszük a Cold Ambulance. És az Art of Pain helyére meg mehetne a School Fracture. És ennek a helyére meg menjen a Pogosztik. Pogosztikok és mindenki boldog. Yes. Hát ennyi volt akkor. Ennyi volt. Def Jam. Szerintem, hát még jönnek a bónusz meccsek tőlem.
Aztán meglátjuk még egyelőre. Ja, majd hogyha ha lesz két működőképes kontrollom, hogy az egyik meghalt sajnos, akkor majd lesznek elképzelhető, hogy VS meg igen. Team Battle meccsek, mikor Bencivel együtt játszunk. Igen. De egyelőre még nincs. De majd unique matchup-ok, amiket kitalálunk, hogy teszem azt mondjuk így ilyen D-Mab, Crow ellen, meg ilyen, ilyen összeillő párosítások, szóval mindenképpen lesznek majd. De igen. A fő sztori szál, meg ugye maga a sztori mód maga a játék tartalmát az kivégezte. Igen, úgyhogy most már bármi lesz, az már csak ilyen bónusz kiegészítő töltelék. Én amit tőlem kértetek 4-5 meccset, azt még lejátszom, majd valamikor fölveszem, úgyhogy hát ennyi volt, Def Jam Fightful New York. Örülünk, hogy tetszett, örülünk, hogy néztétek. Örülünk, hogy tetszett. Sziasztok! Sziasztok!